De még ott vannak a dobozok, itt vannak képek. Irek polgár újra elfoglalta irodáját, miután az időközi önkormányzati választáson a voksolók 42%-a gondolta úgy, hogy a hat jelölt közül öt szeretné a település vezetői pozícióban tudni. Az előző testület tavaly ősszel oszlatta fel magát. Tóth Szabolcs elmondta, hogy a jövőben mindent megtesztek a fejlődés érdekében. Én úgy gondolom, hogy nem a kis saját csapatommal fogjuk meghozni ezt a döntést, most nyilván mi vagyunk többségben, de ennek nem az a lényege ennek a mostani képviselőtestrednek, hogy ezt mi ötene eldöntsük. Tehát mi, mi, mi készen állunk mindenkivel kompromisszumot kötni, próbálunk most egy kicsit békésebb és és, és sikeresebb testületet összehozni. A helyiek több mint 50 a vett részt az időközi választáson. Az országos választási iroda adatai szerint Tóth Szabolcs a szavazatok 42,14 át kapta. Mindenképpen szeretnénk megpályázni idén az új iskolához az ebédlőt, ezt azért az első ettük, illetve nagyon-nagyon szeretnénk, ez egy picit régebbi álom de nagyon-nagyon szeretnénk egy, egy saját feldolgozót. A feltételeket tulajdonképpen mi már megteremtettük 2022-ben, hiszen a régi óvodának az épületét azt fel tudjuk használni erre, illetve gyümölcsfeldolgozáshoz, legfárkészítéshez már megvannak a gépeink, ezeket is beszereztük, illetve az zöldségfeldolgozásra is megvan, úgyhogy dolgozni kell rajta, szerintem ez lehetséges. A rövid távú tervek között szerepel a szociális támogatási összegek felülvizsgálata, illetve az önkormányzat szeretné gyógyszer, óvoda és iskolakezdési támogatással segíteni a helyieket.